Óriási ünneplés kezdődött Szlovéniában szombat este, miután szinte biztossá vált, hogy a világ legfontosabb kerékpáros körversenyének számító Tour de France első két helyén szlovén versenyző végez. Tadej Pogacsár az utolsó időfutamon előzte meg honfitársát, Primož Rogličot. Vegyes érzéseink vannak. Egyrészt igazán elégedettek vagyunk, másrészt viszont nagyon sok 21 évesen megnyerni 3 trikót, mondta az elmúlt 75 év legfiatalabb győztesének édesapja, Mirko Pogacsár, akinek a fia a legjobb hegyi menő és a legjobb fiatal is lett a túron. Primož Roglič végigküzdötte az egész túrt, végül viszont csak második lett. Ez is jó eredmény, de egy kicsit azért sajnálom, tette hozzá. Tadej Pogacsár a Tour de France első szlovén győztese. A 2 milliós ország az utóbbi időben inkább a téli sportokban és a kosárlabdában jeleskedett. Szlovénia köztársasági elnöke Borut Pahor történelmi napnak nevezte a szombatot.